Sziasztok! Ma társas játékozni hívunk benneteket, de nem akármilyen társas játék, egy mozgásos társas játékhoz. Engem Szántó Szilárdnak hívnak, testnevelő vagyok és mozgásfejlesztő, ő pedig a nagyobbik lányom, Szántó Csenge, a kisebbik, Szántó Szála. Hát ma is együtt fogunk dolgozni, illetve együtt fogunk játszani. De vajon mit is fogunk játszani? Mint mondottam, egy társas játékot. Ehhez a társas játékhoz szükség van egy feladatkártyára. Látjátok, hogy a feladatkártyát 24 egyforma mezőre osztottam. Ezeket helyezzük majd el a játéktéren. Legfelül törzsizomerősítő gyakorlatokat láthattok, alatta zöld háttérrel látjátok a ritmus gyakorlatokat, piros háttérrel a harmadik sorban láthatóak az egyensúly gyakorlatok, és sárga háttérrel rajzoltam a láb izomerejét növelő gyakorlatokat. Mindet elhelyezzük szépen a játéktéren mezőről mezőre. Mi kell még a játékhoz? Mindjárt szükségünk van egy bábúra, amivel a pályán fogunk haladni. Szálva, te mit választottál? Egy bábot. Egy bábot. Te mit választottál, Csenge? Egy kék rongyot. Kék rongyot. Én pedig egy papírgalacsint, az egyik kedvenc eszközöm a testneveléshez. Továbbá látjátok, hogy itt van a pálya. Látjátok, hogy vannak zöld, kék, piros és sárga mezők. Hát ha nincsen nektek ilyen papírotok, akkor ezt a zöld, kék, piros és sárga mezőt nyugodtan helyettesítitek egy kis pálcikával. Színes pálcika, ez minden iskolásnak van, de akár a logikai készletből is kivehetitek a kis színes logikai lapokat. És akkor nézzük, hogy hogyan zajlódik a játék. Először is mindenki majd keres magának egy kiinduló pozíciót, ahonnan el fogja kezdeni. Dobással haladunk, amihez dobókocka kell. Ahányat dob valaki, annyit lép. Igen ám, de ha ráléptek egy mezőre, akkor meg kell csinálni azt a feladatot, ami azon található. Ha megcsináltátok, akkor az alatta lévő, mondjuk kék lapot, mutasd meg Szálva, elveheti az, aki megcsinálta. Az fog nyerni, akinek először összegyűlik egy-egy lap minden színből. Viszont, ha már nincsen ott lap, mert már valaki elorozta, akkor csak a feladatot tudod megcsinálni, és papírt nem kapsz. Kezdhetjük a játékot? Igen. Na akkor, Szálva, szeretnénk kezdeni? Igen. Akkor helyezzük el gyorsan a bábjainkat egy kiinduló helyre, ki onnan indul. Ott van a dobókocka, és akkor ide középre dobjál egyet, légy szíves, Szálva, és gyorsan lépjed le. 6, 2, 3, 4, 5, 6, ó, egy törzsizomerő gyakorlat, hátsó fekvőtámasz 15 másodpercig. Nagyon jó, rajta. 1, 2 emelt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, teljes csend. Dobjál gyorsan egyet. Hajtott a mávodat. Úgy, hogy 4. 4-et lép arany. 1, 2, 3, 4. Egyensúly gyakorlat. Gólyaállás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Él. Én a papírgalacsinnal fogok lépni. Egyet léptem, én nekem egy törzsizom erősítő feladat van, oldal plenket kell csinálnom, engedj ide légyszeres Szálva, 15 másodpercig, mégpedig jobb alkartámaszba. 4, 5, 6, 7, 8, te fog jönni Szálva, addig dobhatsz egyet, 11, 12, 13, 14, 15, nagyon jó, na hányas dobtál? Hármas, lépj hármas. Egy, kettő, három. Hát te megint egy törzsizom előtt. Ez egy pókálás, 15 másodpercig. Gyorsan helyezkedj el. Rajta. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Dobják közben Szálva, légy Csenge, légy szíves. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vedd ki onnan a papírodat. Újni, Csengének már is egy ritmus gyakorlat jött. Mi a ritmusod? Tá, tá, titi, tá, és kétszer. És ez kétszer. Tánál terpes szögdel, és titinél pedig zárt lábbal kell kettőt szögdelni. Rajta.
itti, tá, 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 itti, tá. Nagyon jó, ügyes vagy. Na jövök én. Nekem sikerült egy 6-os dobnom, meglátjuk, hogy mennyire jó ez nekem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Megint egy törzsizom erőfeladat. Úgyhogy én plenket csinálok. Na nézzük. Most ellenkező irányba. 15 másodpercig kell megtartani, és utána folytatjuk tovább. Szerintem Száva addig dobhat egyet. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Mi az? Nézzük. Miért megállás? Gyere ide középre, addig megfogom a papírjaidat, és 5 másodpercig. 1, 2, még egyszer kezd el. Nücske lábad. 1, 2, 3, 4, 5. Ilyen a pirosra. Dobjál egyet onnan a kocka csenge. Úgy. Egyet dobott csenge. És egy törzsizom elő. Ide gyere, alkartámaza. Itt van nálam a papír, nem sikerült megszerezni. Mégpedig jobb alkartámazba. Rajta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. És én jövök, 4-et dobtam, tőlem már azt elragolt a Száva, hogy most ingyen dolgozom, és addig Száva mehet már is, dobhat egyet. Nagyon jó, 6-os dobot, 2, 3, 4, 5, 6. Ő is ingyen dolgozik, jöhetsz ide Száva, mert azt én vittem el. Jobb alkartámaszban kell, oldalplanket csinálod. Alkartámasz úgy, föl, rajta, és közben dobjon egyet csenge. Én közben számolom, hogy mennyi ideig csinálod. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Csenge. 15 másodpercig kell, 3-at szögdelni zártával, 4. ütemre térfölhúzás. Kezdheted. Nagyon jó. Nagyon jó. 12, 13, 14, 15. Gyorsan vedd el azt a sárga papírt, és már is dobok én. Nekem 3-at sikerült dobnom. Jó, én hol is voltam? Itt voltam. Hát állandóan követem Szállát, és sajnos nem tudok szerezni magamnak papírlapot. Közben dobjál Szállva, mert te fogsz következni. Nekem pókálásban kell 15 másodpercig állni. 4-et dobod. 1, 2, 3, 4. Egy ritmus gyakorlat. Vedd csak ki azt a ritmust, tedd be ide középre. Mi van rajta? Olvasd le nekem a ritmust. Ti, 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 ti. Nagyon jó. A tá az terpesz, a ti zárt láb rajta. Tá, tá, ti, 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 tá. Tá, ti, 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 ti. Nagyon jó. Vedd ki a zöld lapot, tedd vissza a helyére a ritmus feladatot, hát ha valaki ide jön. De jössz csenge. Dobjál, nagyon jó állt. Milyen szín hiányzik? Sárga. Nagyon jó. 4. 1, 2, 3, 4. Mit van? 4 ütemű fekvőtámasz. 15 másodpercig. Gyere onnan elszállva, hogy tudja megcsinálni a csenge. Rajta. Nagyon jó, én nézem az órát. Szuper. Nagyon jó. Ügyes vagy. Még 3 másodperc. És elég. Viheted a sárga papírt. Én követke. 6-os dobtam, innen most jó messzire elmegyek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hűha, ez az én gyengém. Ritmus feladatot kell, hogy csináljak. Mégpedig ti, 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 tá. És ez kétszer. Dobhatok közben? Igen, közben dobhat, de azért meg van megcsinálni. Ti, 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 tá. Ti, 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 tá. Megvan, te jössz. Nagyon jó. Na nézzük, hogy hol áll. És jöjjön. 2, 3, 4, 5.
Sárga hiányzik pont? Igen. Na nézzük akkor. 15 másodpercig jumping jack. Állj be középre szállva, rajta. Nézem az órát. Nagyon jó. Megy a jumping jack. Nagyon szép. Még van 3, 2, 1 és elég. Szedd össze a papírodat. Úgy. Ha jól látom, akkor itt van egy győztesünk. Így van? Igen. Na akkor gyertek ide. Középre csücsüljünk le. Na mutasd meg Száva neked milyen papírokat sikerül gyűjteni. Miből mennyit? Sárga, zöld, piros és 2 darab kék papírod van. Hát te nagyon jó haladtál. Én csak 3-at tudtam szerezni. 2 kéket, meg egy zöldet, egy piros, meg egy sárga legalább hiányzott nekem. Te hogy állsz, Csenge? Egy piros, egy zöld és 2 sárga. Egy piros, egy zöld és 2 sárga. Neked akkor csak a kék hiányzott, de abból már nem volt sok az elején, mi a kékeket nagyon könnyen kiszedő. Nagyon sokféle szabállyal lehet egyébként játszani ezt a játékot. Lehetne úgy is játszani, hogy az nyer, akinek először valamelyik színből mondjuk 3 összegyűlik. Mert az is megtörténhet ám. De lehet úgy is játszani, hogy mindenki kap olyan színt, amire éppen lép. De az is lehet egy szabály, hogyha megcsináltatok egy feladatot, akkor azt kivesszük onnan. És akkor egyre kisebb lesz a kör, és akkor minden feladatra előbb-utóbb sor kerül. Nyugodtan hívhatjátok a játékhoz a többi tesót, apát, anyát is, bárki, aki meg tudja csinálni a feladatokat. Én azt gondolom, hogy akár egy 5 éves is el tudja kezdeni, az pedig, hogy ki a legidősebb, azt a fizikai állapotunk dönti el. De hogyha dolgoztok a továbbiakban, mozogtok, akkor felnőtt korra ti is biztos fogtok tudni ilyet játszani a gyermekeitekkel. Száva, neked melyik feladat tetszett ezek közül a legjobban? Nekem ez, amit most játszottunk. Neked ez nagyon tetszett, a társas játék is. Ezen belül melyik feladat? A ritmus, az egyensúly, a törzsizomerő vagy a lábizomerő? A ritmus gyakorlat. Neked melyik tetszett, Csenge? Nekem az egyensúly. Az egyensúly. Én a ritmus gyakorlatot emelném ki, azért mert nekem az a legnehezebb. De hát döntsétek el, hogy nektek éppen mi a legnehezebb. El fogom küldeni a videó mellé a feladatkártyát. Próbáljátok ki ti is, mert megéri. Maradj otthon, mozogj otthon. Jó szórakozást kívánunk. Szevasztok! Öppá!